Október első hetében ismét Budapestre figyelt a világ. A Margit-szigeti Danubius konferencia hotel adott ugyanis otthont az Európai Testnevelési Szövetség 4 napos találkozójának, ahol a rendes éves közgyűlés mellett szakmai előadásokon vitatták meg és alakították ki a résztvevők a nemzeti tantervek testnevelési irányelveit. A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében létrejött rendezvényen a minőségi testnevelés aktuális kérdései szolgáltatták a fő témát. Európa felfigyelt arra a munkára, amit elvégzünk, és azok az európai szervezetek, amely a testneveléssel és az egészségfejlesztéssel foglalkoznak, gyakorlatilag elkezdtünk egy nagyon erőteljes nemzetközi munkásságot, és ennek a végeredmény az lett, hogy nagyon sok ilyen szervezetben most már tagok vagyunk, elnökségi tagok vagy egyéb tagok, ilyen például az EUPA, amely egyébként a testnevelőtanáraknak az európai ernyő szervezete, és az, hogy ide tudtuk hozni az éves közgyűlését az EUPA-nak, ez egy óriási dolog, pontosan azért is, mert Magyarország unikális abból a szempontból, hogy mindennapos testnevelés van. Európában szerte azt nézik, hogy milyen igazgatási, szervezési és szakmai feladatok mentén lehet megvalósítani egy ilyen programot, és gyakorlatilag mi segítünk ezeknek a best practice-eknek, ezeknek a jó gyakorlatoknak az átadásában, és ez a mai fórum is pontosan egy ilyen fórum, egy ilyen konferencia, ahol a nemzeti tanterveket összehasonlítjuk, és gyakorlatilag ajánlások készülnek, és ezek az ajánlások azt gondolom, hogy a legjobb helyen vannak az EUPA-nál. Az esemény házigazdája, dr. Claude Schreier mindent elkövet azért, hogy az iskolai testnevelés mennyiségi és minőségi fejlődése töretlen legyen szerte a világon. Ebben lehet követendő példa a magyar modell. A Magyar Diáksport Szövetség nagyon aktív tagja az Európai Testnevelési Szövetségnek, ezért nem volt senkinek sem meglepő az a törekvés, hogy rendes éves közgyűlésünket és szakmai konferenciánkat Budapestre hozzuk. Meg annyi eredménnyel büszkélkedhetünk, amit magyar kollégáinkkal együtt dolgoztunk ki, mint például az Erasmus Plus program, ami szerves részét képezi a 4 napos találkozónknak. A kiváló szakmai együttműködés mellett az sem elhanyagolható szempont, hogy Budapest egy csodálatosan szép város és méltó környezetet teremt szemináriumunknak. A 4 napos konferenciát Navracsis Tibor, az Európai Unió kulturális oktatási ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa nyitotta meg, akinek első kézből vannak információi arról, hogy milyen előkelő helyet foglal le Magyarország az iskolai testnevelés és a mozgásra való nevelés területén. Én úgy gondolom, hogy legalább dobogós helyen vagyunk, és ha Magyarországon éppen az első. Azt látom, hogy sportközéletben Magyarország nem csak számon tartott ország a hagyományai miatt, de a jelen újítások miatt is figyelik, és éppen sportminiszterekkel beszélve tudom azt mondani, hogy mind a társadalmi integráció területén, hiszen a Magyar Diáksport Szövetségnek van egy nagyon fontos roma befogadó programja is a sporton keresztül, mind pedig a mindennapos fizikai aktivitás területén Magyarország élen jár. A mindennapos testnevelés, a Diáksport Szövetségnek a javaslatai, akciói Európa szerte érdeklődést váltottak ki. Most milyen munka következik ezzel kapcsolatban kint? Most kezdődik az apró munka. Az első év az nagyjából arra volt jó, hogy én, mint sportügyekért is felelős biztos, megismerjem a terület alapvető problémáit, és meghirdessem az alapelveimet, amely alapvetően a szabadidős sportra koncentrál. És most kezdődik az a munka, amely szakértői csoport összehívásával a részletek kidolgozását jelenti. Ebben a szakértői csoportban Európa legkiválóbb sportszakembereit hívtuk meg, és külön büszke vagyok arra, hogy magyar tagja is van ennek a bizottságnak, Baló Gábor személyében, úgyhogy én abban bizony, hogy magas színvonalú és konkrét eredményeket hozó munka következik. Mocsai Lajos válogatott kézilabdázóként, majd szövetségi kapitányként, 2011. decembere óta pedig a Testnevelési Egyetem rektoraként is a Magyar Sport Szolgálatában élte és éli mindennapjait, ezért nem is hiányozhatott a szakmai konferenciáról. Itt, amit hallottam, az pontosan ezeket a kérdéseket feszegeti, hogy tudunk úgy összefogni, hogy a szervezett iskolai testnevelés, ez a stratégiailag nagyon fontos heti 5 órára is épülő, mind a szabadidőre későbbiekben, vagy egyesületi életben szervezendő sporttevékenységet, hogy tudjuk úgy összehangolni, hogy a közösségi sport, az egyéni és az individuális problémákra vagy képességfejlesztésre épülő sport egyszerre tudjon realizálódni. Ezzel dolgozunk mi is az egyetemen nagyon komolyan, hogy olyan tantervi, mintatantervi anyagokat készítsünk, egész a osztatlan tanárképzés, majd a
BSC helyett meginduló 17-ben diplomás szakedzőképzés és az okleveles mesterkurzusunkra. Tehát nagyon komolyak a tervek, és most az a lényeg, hogy ez mind vertikálisan egymásra épülésben, itt a nagy lehetőség, mind az adott területeket akár korcsoportra lebontva parciálisan ki tudjuk dolgozni. Hogyha egészségben növünk fel és éljük az életünket, akkor nagy eséllyel tovább tudunk majd a munkaerőpiacon maradni, nagyobb hozzáadott értéket fog az Európai Uniós állampolgár hozzátenni a nagy európai büdzséhez. És ennek az egyik kiemelt területe az iskola természetesen, hiszen ott a gyerekek tervezetten találkozhatnak fizikai aktivitást ösztönző programokkal, és hát ugye, ha még egy szinten lejjebb megyünk, akkor az iskolai testnevelés pedig az, ami gyakorlatilag azért minden Európai Uniós tagállam kultúrájában, közoktatási rendszerében tetten érhető. A mai az Európai Testnevelő Tanárok Szövetségének a közgyűlésének az egyik kiemelt témája éppen az, hogy hogy lehet gyakorlatilag az európai testnevelési rendszereket egy keretrendszerbe foglalni. Vannak-e olyan közös elvek, tényezők, amelyek minden Európai Uniós tagállamban tetten érhetők a testnevelés oktatásában? Ha igen, akkor a végső cél, mind az Európának, mind pedig a Magyar Diáksport Szövetségnek a végső célja, hogy meg tudjunk határozni egy keretrendszert, ha úgy tetszik, monitoring vagy nyomonkövetési rendszert, ami alapján azt tudjuk mondani egy-egy állam testnevelés oktatásáról és képzéséről, hogy az vajon jó, vagy nem annyira jó, és még van mit fejleszteni rajta.